Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megtakarítást eredményezett a szekszárdi helyi járatos buszmenetrend tavalyi átalakítása, de a város önrésze még így is hatalmas összeg. Csokoládéval fizettek a drogért. Egy szekszárdi férfi volt a bűnbanda vezetője. Tovább javítják a foglalkoztatási mutatókat. Indul a Paktum Plusz program. Erős Magyarország haderőfejlesztés napjainkban. Megtakarítást eredményezett a szekszárdi helyi járatos buszmenetrend tavalyi átalakítása, de a város önrésze még így is hatalmas összeg. 250 millió forintot követel a Volán az önkormányzattól a 2022-ben nyújtott szolgáltatásért. Máté Péter, a közgyűlés pénzügyi bizottságának elnöke azt mondja, emiatt a szerződés további módosítására van szükség. Hiába nőtt az eladott jegyek száma 15%-kal tavaly a szekszárdi helyi járatos buszközlekedésben, a városnak még így is 250 millió forintos különbözetet kell megfizetnie a Volán felé az akkori szolgáltatásért, 2021-ig visszamenőleg pedig összesen 477 millió forintot követel az állami cég az önkormányzattól. A közgyűlés pénzügyi bizottságának tagjai pénteken arról döntöttek, egyelőre nem fogadják el a 2022-es üzleti tervről szóló beszámolót, amit a buszos cég nyújtott be, ugyanis a szerintük nem elég egyértelmű és részletes. Megbíztunk egy szakértőt a pénzügyi bizottság keretéből finanszírozva, hogy vizsgálja meg ezt a 2022 évi elszámolást, mert igaziból költségvetési sorokat látunk benne, és tényleges tételekkel nem vagyunk igazán előrébb, tehát nem látjuk őket, és erre egy könyvvizsgálót megbíztunk, egy könyvvizsgáló céget. A bizottság tagjai most azt is kezdeményezték, hogy szülessen olyan szerződés a Volánbusz és a város között, ami sokkal kisebb ráfizetést tenne lehetővé a vármegyeszékhely részéről. Maximum 200 millió forint mínuszt tudunk bevállalni, ezért cserébe kérjük a szekszári lakcímkártyára rendelkező lakosoknak a 75%-os díjcsökkentését, tehát 75%-os díjcsökkentés szekszári lakcímkártyára rendelkező lakosoknak, és ehhez készítse el a Volán a menetrendet, ami egy sajnos járat csökkentésekkel fog történni, de ez még nem történt meg, úgyhogy ezt várjuk. A bizottság tagjai két futópályázattal kapcsolatban is határoztak. Ennek értelmében plusz forrás biztosítanak a Vörösmarty utcai felújított orvosi rendelő projekthez. Ott ugyanis a szakemberek találtak egy fából készült födémet, ami nem szerepelt a tervrajzokon, azt pedig fémre kellett cserélni. De határozat született arról is, hogy mintegy 88 ezer forinttal kipótolják a Babits Mihály Kulturális Központ eszközbeszerzését. Elhunyt Vén Attila, Medina polgármestere. Településvezetői munkája mellett ő volt a Bartina zenekar és a medinai tambura zenekar nagybőgőse is. Vén Attila 1966-ban Szekszárdon született, majd a Palánki iskolában szerzett érettségi bizonyítványt. Medinát 2010-től vezette. Polgármesteri feladatait a jövő júniusi választásokig a település alpolgármestere látja el. Az elmúlt években úgy tűnt, hogy át tudják fordítani a brüsszeli döntéshozók figyelmét a kötelező szétosztási migráns kvótáról a határvédelemre, mert nem úgy kell megoldani ezt a helyzetet, hogy szétosztjuk a migránsokat, hanem úgy, hogy megvédjük Európa külső határait, mondta Orbán Viktor pénteken. A miniszterelnök hozzátette, egyszer csak most jön egy döntés, elég puccszerűen és gyorsan, amely azt mondja, hogy amelyik ország nem enged be migránst, arra erőnek erejével rájuk fogják őket kényszeríteni. Rajongtak a lila színű tehénről ismert csokoládé márkáért azok a drogdílerek, akiket még 2020-ban fogtak el Szekszárdon. A nyomozás során 40 tanút hallgattak ki, 54 esetben rendeltek ki szakértőt, majd a szálakat felgöngyölítve összesen 31 személy gyanúsítottak meg. A bűnbanda vezetője egy helyi férfi volt. Még 2020-ban indult eljárás ismeretlen tettes ellen, ugyanis a rendőröknek információja volt arról, hogy Szekszárdon nagy mennyiségben árulnak úgynevezett biofüvet. A nyomozás során 40 tanút hallgattak ki, végül összesen 31 személyt gyanúsítottak meg. A nyomozók három alkalommal összesen 7 embert vettek őrizetbe, közülük jelenleg is 2 börtönben vannak, a többiek bűnügyi felügyeletben várják a hivatalos eljárás végét. A szervezet 2020 őszétől működött ilyen szervezet formában. A vezető 32 éves szekszárdi férfi volt, és társai kiosztott feladatok szerint végezték el a
a közreműködést. Egy nő például a hatóanyagot szerezte be Bonyhádról, a többiek a cigaretta alapanyagait vették meg, más-más felállásban közel 20-an vettek részt a beszerzésben, keverésben, cigaretta töltésében és eladásában, vagy a fel nem használt bekevert dohány elrejtésében. A gyanúsítottak házánál, illetve Harcon és Faddon is hozzá lehetett jutni a cigarettához szállanként 1000 forintért. Amikor az egyik láncem hosszabb, rövidebb időre kiesett, egy másik vette át a feladatait, de a kereskedés folyamatos volt. Naponta 100-120 szál cigarettát értékesítettek átlagosan, de néha ennél is többre volt igény. Az eladók nagyon rugalmasak voltak, hogyha nem volt pénze a vásárlónak, akkor csokoládéval is fizethetett. Volt 3 olyan vásárlójuk, akik több alkalommal összesen kb. 200 tábla csokoládét vittek, hogy a pénzüket kiegészítsék, hogy a szükséges mennyiségű zent megkapják. A napokban az eljárást a szexuális nyomozók befejezték, és az ügyben keletkezett 8111 oldalnyi hivatalos iratot az illetékes ügyészségnek adták le. A nyomozók előterjesztést tettek a letartóztatás indítványozására. Csaknem 165 ezer egységes kérelmet nyújtottak be a gazdálkodók az új uniós szabályok alapján meghirdetett 52 agrártámogatási jogcímre, mintegy 5 millió hektár terület után igényelve támogatást. Nagy István agrárminiszter arra emlékeztetett, hogy a megváltozott európai szabályozás jelentős változásokat hozott a támogatások igénylési feltételeiben. Az új előírásoknak történő megfelelés a gazdálkodók részéről alkalmazkodást és adminisztrációs feladatokat jelentett, tette hozzá. Az érintettek idén tavasszal nyújthatták be első alkalommal az új rendszerben az új szabályok alapján meghirdetett támogatási jogcímekre vonatkozó igényeiket. Összesen csaknem 165 ezer gazdálkodó adott be egységes kérelmet a Magyar Államkincstárhoz. Ez a szám 1,5%-kal több, mint 2022-ben volt, emelték ki. A közlemény szerint a miniszter hozzáfűzte, minden hektár után jár alaptámogatás, az újraelosztó támogatással pedig a kis és családi gazdaságok jelentősen megemelt forrásba részesülnek. Indul a foglalkoztatási paktum néven ismert program újabb időszaka. Egészen 2028-ig segítik az itt élőket, hogy eséllyel jelenjenek meg a munkaerőpiacon. Az előző program sikeresen zárult Baranyában és Tolnában is. Baranya segít együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért című projekt nyitókonferenciáját tartották a baranyai önkormányzat dísztermében csütörtökön. A program érinti Tolna vármegyét, így az ottani szakemberek is eljöttek a nyitó eseményre. A munkanélkülieknek a csökkenése Tolna megyében, amikor ez a legoptimálisabb állapot jött léte, ez az 5000 fő alá csökkent le, ami egy szenzációs szám volt akkor. Természetesen, ahogy mondtam, a koronavírus ezt szépen megtupírozta, elrontotta, de most azon vagyunk, hogy ismételten a háború és a szankciók okozta a krízis miatt is ezek a befektetett energiák, anyagi eszközök a új paktum projekt kapcsán ismét ilyen pozitív eredményt hozzanak mindkét megyében. Az első foglalkoztatási paktum jó eredményeket hozott nem csak Tolnában, hanem Baranyában is. Jelenleg itt 11 ezer alatti a munkanélküliek száma. Ezért bíznak a most induló projekt sikerében. Több mint 2 milliárd forint áll a következő években rendelkezésre a Paktum Plus projektbe, melynek keretében a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal együttműködésében ezen projekt keretében szeretnénk hathatós segítséget nyújtani a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű munkavállalóknak a munkába állásához. Külön célcsoportot jelent az 50 év feletti munkavállalók munkába állásának a segítése, a gyesről és a gyedről visszatérő kismamák álláskeresésének a támogatása. A program egészen 2028-ig segíti az álláskeresőket, hogy munkát találjanak. A foglalkoztatási paktumban vállalták, hogy a programban résztvevők száma eléri legalább az 1137 főt. Közülük pedig legalább 600-an dolgoznak majd a program lezárásakor Baranyában. A foglalkoztatási paktumban önkormányzatok, civil szervezetek összefogásával segítik a foglalkoztatás javítását a Dél-Dunántúlon. Megkezdte a hentes üzletek támogatási összegének kifizetését az Agrárminisztérium.
amelyel a Herman Otto intézetet bízta meg. A februárban meghirdetett pályázat sikerét az bizonyítja, hogy 813 üzlet összesen 2 milliárd 515 millió forint értékben nyert el támogatást, közölte Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető hangsúlyozta, az energiaválság és a nehéz gazdasági környezet ellenére a kormány továbbra is elkötelezett a magyar vidék és a kistelepülések támogatása mellett. Ezért döntöttek úgy, hogy a jelenlegi gazdasági kihívások mellett is támogatják a mikrovállalkozásként működő hentes üzleteket, tette hozzá. Nagy István emlékeztetett, a támogatással olyan kis cégek élhettek, amelyek tevékenységi körébe beletartozik a hús és hentes áru kiskereskedelme, és azt a 2022 évben ténylegesen végezték is. A pályázat elnyerésének további feltétele volt annak vállalása, hogy a vállalkozás legalább 2023. december 31-ig folytatja a tevékenységét. A hamvakat tartalmazó urnák helye a temetőben van, közölték temetkezési egyesületek szerdán, rámutatva arra, megakasztja a gyászfeldolgozást továbbá kegyeletsértéshez, illetve mások kegyeleti jogának megsértéséhez vezethet, ha valaki a temető helyett otthon tárolja hozzá tartozója hamvait tartalmazó urnát. Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület, valamint a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete azzal kapcsolatban adott ki közös nyilatkozatot, hogy egy németországi csomagmegőrzőben találták meg egy magyar férfi hamvait. Azt írták, a szakma egyre gyakrabban találkozik olyan esetekkel, amikor közparkokban, hulladéktárolókban találnak urnákat, illetve a hamvak természetes vízbe történő engedése után természetvédelmi területen illegális síremléket állítanak fel. Kiemelték, hogy az urna hazavitele mások kegyeleti jogának megsértéséhez vezethet, ebben az esetben ugyanis nincs szertartás és sírhely sem, ahol a rokonok, barátok, ismerősök, munkatársak leróhatnák kegyeletüket, vagy tisztelettel adózhatnának az elhunyt emléke előtt. A magyar szabályozás ezért az urna kiadását nyilatkozathoz köti. A Matthias Corvinus Kollégium újabb szakmai rendezvényt tartott Szekszárdon. Az esemény előadója Guillaume Gábor a Hadügyminisztérium államtitkára volt, aki az Erős Magyarország haderőfejlesztés napjainkban című előadásában beszélt az ország védelmi képességeinek fejlesztéséről. 2 évvel ezelőtt még senki sem gondolta volna, hogy Európában háborús helyzet alakulhat ki. A béke és biztonság, ami korábban természetes volt, ma már törékeny. Ezért most különösen fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a haderőfejlesztésre, hogy adott esetben minden rendelkezésünkre álljon, hogy megvédhessük országunkat. Erről beszélt Guillaume Gábor, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Ezt a szomszédunkban zajló háború nagyon határozottan cáfolta, hogy sajnos a háború az még mindig nem került ki a vitarendezés eszköztárából itt, a mi tájékunkon. Se, ezért aztán a talán nem kellő figyelmet kapott hadseregek, honvédségek is most egy új ráépítését kell végrehajtani minnyájunknak, ami igazán nagy kihívást jelent. A szakpolitikus szerint a haderőfejlesztés 3 kritikus eleme a technika, az infrastruktúra és az ember. Ezek megoldására a minisztérium már kidolgozta a megfelelő terveket, jól haladnak a korszerűsítéssel. A toborzás is minden várakozáson felül halad, ugyanis a sorkatonaság óta nem sikerült még ennyi fiatalt bevonzani katonának, mint most. 10 éves távlatot tűztünk ki célul, hogy az elképzelt, a vágyott haderőképet elérjük. Ennek a humán részét, szerződéses, tartalékos részét is sikerült lemodelleznünk, hogy évről évre mekkora létszámmal kell nőjön a Magyar Honvédség ahhoz, hogy a kellő védelmi erőt tudja képviselni. Magyarország a haderőfejlesztésre a tervek szerint 2023-ban 842 milliárd forintot szán. Regionális híreink következnek. Jutalom nevetséges feltételekkel. Könnyen jutnak prémiumhoz a pécsi cégvezetők a politikus szerint. Letöltendő szabadságvesztésre számíthat a férfi. Szabadnapos rendőr zaklatott egy edzőteremben a vádlott. Régi és új eszközök is segítik a rendőrség munkáját. Egyre több a közlekedési baleset.
Milyen teljesítménynél jár az önkormányzati cégek vezetőinek éves jutalom? Ezt határozták meg a héten a Pécsi Gazdasági Bizottság tagjai. A prémium kifizetésének feltétele az extra feladatok teljesítése a városvezető baloldal szerint. Míg a jobboldali képviselő azt mondja, valójában sokszor csak nevetséges célokat tűztek ki a cégvezetőknek. Könnyen vagy nehezen jutnak prémiumhoz a pécsi városi cégek vezetői? Ez volt a kérdés a Város Gazdasági Bizottságában kedden. A polgári oldal képviselője szerint könnyen, erre pedig jó példa a vagyonhasznosító. Az idei év vonatkozásában nemrég írtuk ki a 2023-as prémium célokat a különböző cégek vezetőinek számára, és Szabó Szilárdnak, a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT vezérigazgatójának egy olyan prémium célt fogalmazott meg az önkormányzat, amely arról szól, hogy mekkora bevételt is kell elérnie a pécsi vagyonhasznosítónak. A vagyonhasznosítóhoz került a Vízház nevű ingatlanhasznosító cég a Tettye Forrásháztól, ami biztosítja azt a bevételt, amivel jutalom jár a cégvezetőnek. Amíg a Tettye Forrásháznál volt a Vízház, addig mindig visszaforgatták a cégbe ezeket a munkavállalói bérekre, illetve a vízügyi rendszernek a karbantartására fordították. Ezzel szemben a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT pedig már most osztalékot vett ki a Tettye Vízház Kft.-ből, ami átkerült hozzá az idei évben. Tehát ez azt jelenti, hogy rögtön úgy kezdte vezérigazgató úr, hogy nem visszaforgatta ezeket az összegeket, hanem osztalékként ez, mint bevétel megjelenik a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT-nél. Tehát mi úgy ítéljük meg, hogy kvázi egy trükkel próbálja biztosítani azt, hogy ő közelebb kerüljön a prémium célkitűzéseihez. A politikus szerint nem lesz nehéz dolga a többi igazgatónak sem. Többi cégnél is olyan feltételeket írtak ki, amik, hát hogy úgy mondjam, eléggé könnyen teljesíthetők. Különösen igaz ez azokra a cégekre, ahol úgymond baráti cégvezetők, mondhatjuk azt is, hogy egykori szocialista pártkatonák vették át az irányítást 2019 óta. Egyszerűen annyira nevetséges prémium célokat fogalmaznak meg, amiknek a teljesítése nem kíván meg különösebb erőfeszítést. Vannak persze olyan cégek is, ahol tényleg szakember vezeti az intézményt. Ilyen például a Városfejlesztési Cég, vagy éppen a Pécsi Állatkert, mondja a képviselő. De inkább az jellemző, hogy nevetséges feltételekkel jutnak prémiumhoz az igazgatók, Barkóczi Csaba szerint. Letöltendő szabadságvesztésre számíthat az a férfi, aki fiatalabb társával egy szabadnapos rendőrt zaklattak. Egy pécsi edzőteremben történt az eset. A két vádlott, miután megszólította a sértettet, kiderítették, hogy rendőr. Ezután szidalmazni kezdték és megfenyegették, hogy megverik. A vádlottakat zaklatás büntetével vádolja a Pécsi Járási Ügyészség. A Pécsi Járási Ügyészség zaklatással vádolja azt a két férfit, akik egy pécsi edzőteremben kötöttek bele egy rendőr sértetbe. Az esetről videófelvétel is készült. A vád szerint az idősebb, többszörösen büntetett előéletű vádlott március 6-án kora délután a másik vádlottal együtt edzett egy pécsi edzőteremben. Az idősebb férfi felfigyelt a rendőrként dolgozó sértetre, és megkérdezte társát, hogy honnan ismerik őt. A sértett férfi ezt hallva ránézett az idősebb vádlottra, aki ismét megkérdezte, ekkor már a sértettől, hogy honnan ismerik egymást. A sértett erre azt felelte, hogy biztosan együtt dolgoztak. Az idősebb vádlott kérdezősködött az edzőteremben, és megtudta azt, hogy a sértett rendőr aznap éppen szabadnapját töltötte. Ezután a vádlottak elsétáltak a sértett előtt, az idősebb vádlott ökölbe szorított kézzel szidalmazni kezdte a sértettet, megveréssel fenyegette meg, és felemlegette azt, hogy a sértett rendőr. A szidalmazásba, fenyegetőzésbe bekapcsolódott a fiatalabb vádlott is, és mindketten felhívták arra a sértettet, hogy menjenek ki és játsszák le. Az idősebb vádlottat az edzőterem üzemeltetője ekkor kivezette az edzőteremből, miközben a férfi tovább szitkozódott. A társa követte őt, és az edzőterem előtt állva még megfenyegették azzal a sértettet, hogy meg fogják várni, és el fogják őt kapni. Másnap március 7-én a vádlottak 4 társukkal visszamentek az edzőteremhez, keresték a sértettet, de ő akkor nem tartózkodott ott. A vádlottak cselekménye zaklatás büntettének a megállapítására alkalmas. A bűncselekmény büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség az idősebb vádlott esetében letöltendő szabadságvesztésre, valamint arra tett indítványt, hogy a már folyamatban lévő büntető ügyeivel vonják össze ezt a vádat.
A gyorshajtás, a kanyarodási és az elsőbségadási szabályok be nem tartása még mindig a vezető baleseti okok közé tartozik Baranyában. A hatékonyabb baleset megelőzés érdekében számos eszközt használ a rendőrség. A Vármegyei Közlekedés-Rendészeti Osztály megbízott vezetője mutatta be azokat a berendezéseket, amelyek segítik az egyenruhások munkáját. Egy másfél kilométer távolságból be tudja mérni a járművet, mind lakott területen, mind lakott területen kívül. Talán sokaknak ismerős lehet ez a berendezés. A Trafipaxot már régóta használja a rendőrség, hogy kiszűri a gyorshajtókat. Nemrégiben új gépekkel gazdagodott a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság eszközparkja. Az ilyen sebességmérők például már a mozgójárműben is használhatók, de számos módon igyekeznek ellenőrizni a forgalmat az egyenruhások. Ennek eszközeit láthatják mögöttem, a motorkerékpárok, gépjárművek, illetőleg különböző olyan eszközök, amik segítik a munkánkat a szankcionálás bizonyítás során egyes szabályszegéseknél, illetőleg amit nem láthatnak, az a drón, amivel szintén a levegőből is figyeljük a közlekedést, és tervezünk rájuk ellenőrzést, ilyen drónos ellenőrzéseket. Ezt pedig azért nem láthatják, mert jelenleg is képzés folyik, a kezelőknek a képzése folyik, hogy a jövőben minél több kezelőnk legyen, aki a levegőből is tudja figyelni a szabályszegéseket. Kósa Anetta a sajtóképviselőjének mutatta be az eszközöket. Egyebek mellett ez az új, nagy teljesítményű motor is az állomány részét képezi. Ez a BMW motorkerékpár 2 hete érkezett a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság használatába. Az ORFK országos baleset megelőzési bizottság szerezte be ezeket a motorokat, és minden megye részesült ezekből az új motorokból. Szükség is van a rendszeres és szigorú ellenőrzésre, ugyanis megemelkedett a balesetek száma, mondja a közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője. A legfőbb baleseti okaink, ami miatt a legtöbb baleset történik, az a gyorshajtás, a kanyarodási szabályok megszegése és az elsőbségi szabályok megszegése. Sajnos ez nem csak Baranya vármegyét érintően probléma, ez országosan probléma, és a sérüléses baleseteknek a száma az nőtt, tehát valóban, illetve az összbaleset szám is emelkedett. És sajnos észrevehető az, hogy a legtöbb esetben részt vesznek a közlekedésben olyan személyek, akik türelmetlenek, arrogánsak, agresszívebben vezetnek, ami a legtöbbször balesethez vezet. Egyéb műszaki paraméterek ellenőrzését lehetővé tevő eszközökkel, például zajszintmérővel és fényáteresztő képességmérővel is rendelkezik a rendőrség, amelyekkel a bizonyítást tudják megkönnyíteni, illetve ezek segítségével tudják szembesíteni a közlekedőket az általuk elkövetett szabályszegéssel. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Megtakarítást eredményezett a szekszárdi helyi járatos buszmenetrend tavalyi átalakítása, de a város önrésze még így is hatalmas összeg. Csokoládéval fizettek a drogért, egy szekszárdi férfi volt a bűnbanda vezetője. Tovább javítják a foglalkoztatási mutatókat. Indul a Paktum Plus program. Erős Magyarország haderőfejlesztés napjainkban. Szombaton is marad a kettősség az időjárásban. A Dunántúlon zömében derült, illetve napos. A Duna vonalában már változóan napos, felhős, míg nagyjából az ország keleti felén változóan felhős idő várható időszakos napsütéssel. Éjszaka gyenge lesz a légmozgás, vasárnaptól már országszerte napos időben bízhatunk. Hétfőn elvétve még előfordulhat egy-egy zápor. A napsütést mérsékelt gomoly felhősödések zavarhatják időnként. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!